A szükségállapot ellenére Marosszentgyörgyön zajlanak a fejlesztési munkálatok. A megnyert Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően egyszerre több projekt megvalósítása is folyamatban van. Noha a járvány miatt számos vállalkozó szünetelteti tevékenységét, Marosszentgyörgyön javában zajlanak a közberuházási munkálatok. Jelenleg több mint 10 utca korszerűsítésén dolgoznak. A beruházás Európai Uniós pályázatból valósulhatott meg, eddig mintegy 50 utca felújítását sikerült befejezni, számolt be híradónknak Sófalvi Szabolcs polgármester. A kritérium az volt, hogy mindig a régebbi utcákat próbáljuk előbb felújítani, ahol régóta várják, illetve ott, ahol vállalkozók vannak, kulturális intézmények, iskola, óvoda, templomok. És az örömhír az, hogy nem állunk meg, egész évben fognak folyni a munkálatok, mivel a sok megnyert pályázatnak tulajdonképpen most jönnek meg a gyümölcsei. Összesen 27 pályázaton szerepeltek sikeresen, tette hozzá a polgármester. Az elnyert összegeket a Mária Fikastély korszerűsítésére, egy új kultúrotthon építésére, a víz- és csatornahálózat bővítésére, illetve a közvilágítás fejlesztésére fordítják. Jövő héten neki fognak egy sportbázis építésének is a marosvásárhelyi Vikkentelep mögött a községhez tartozó területen, illetve tervezés alatt van egy kerékpárút létesítése, amely szintén a Vikkentelep mögül indulva érinteni Marosszentgyörgy fontosabb turisztikai és szórakoztató egységeit.